Hello! Üdvözlök mindenkit a Gesztesi Szalomból. Itt töltöttem nagyon érdekes időszakot, közben a fejemet is megújították, hogy legalább 10-15 évvel fiatalabban nézek ki. Várok azok a jövőben, hogyha legközelebb jövök el a Gesztesi Szalomba, a hajamat is meg fogják sokasítani. Gyertek ide! Nagyszerű hely! Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hitrádióban. És Isten azért hívott el bennünket, mondjátok velem együtt, hogy áldások legyünk, és áldást mondjunk, mert a názáreti Jézus Krisztusban az Isten minden ígérete igenné és ámenné lett. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus az én főpapom és engesztelő áldozatom, aki az igazi szentélyben, a szentek szentjében tartózkodik most is, hogy Istenek a javait, áldásait reám árasztja. És én hittel a mai napon is keresem az ő jelenlétét, mert megvan írva, hogy lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, és megjutalmaz engem, mert én őt keresem. És a mai napon is fölgerjesztem az Úrnak a kegyelmi ajándékát, ami a bensőmben van, és megerősítem magamat az Úr Jézus Krisztusban, hogy ellenálljak az ördögnek. Mert megvan írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfut az tőletek. És hiszem azt, hogy hatalmat adott az Úr nekem is, hogy kígyókon, skorpiókon tapossak, az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nekem, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért az Urat magasztalom, dicsérem, az Úr velem van, ezért kicsoda ellenem. Halleluja! Hiszem, hogy az élő Isten a názáreti Jézus Krisztusban a diadalra vezet engemet is. Amen! Nagy József vagyok. Jó reggelt kívánok a kedves rádióhallgatóknak, akik felserkentek korán reggel, hogy együtt olvassuk a Bibliát. Ki korán kell, aranyat lel, mondja a közmondás. De Isten igéje, amit együtt fogunk ma olvasni, minden aranynál értékesebb. A mai nap az 1 Krónika 28-tól kezdjük a Biblia olvasását, egészen a 2. Krónika könyvének a 2. fejezet végéig fogunk haladni. Egybe hivatá pedig Dávid Jeruzsálembe az Izrael összes fejedelmeit, a nemzetségek fejedelmeit, a király szolgálatában levő csapatok elöljáróit, az ezredeseket, századosokat, a király minden jószágának és marhájának gondviselőit, a maga fiait is udvari szolgáival, a harcosokat minden erős vitézeivel egyetemben. És feláll a Dávid király az ő lábaira, és mondta: halljátok meg szómat, atyám fiai és én népem. Elvégezém szívem szerint, hogy az Úr szövetsége ládájának nyugodalmas házat csináltatnék, és ami Istenünk lábainak zsámolyt. Hozzá is készítettem mindent az építéshez. De az Isten mondanékem: ne te csinálj házat az én nevemnek, mert hadakozó ember vagy, sok vért is ontottál már. Engem választott az Úr, Izrael Istene, az én atyámnak egész házából, hogy lennék királya az Izrael népének mindörökké. Mert Júdát választotta elöljárónak, és a Júda törzsében az én atyámnak háznépét, az én atyámnak fiai közül pedig engem méltóztatott királyát tenni az egész Izrael felett. És minden fiaim közül, mert az Úr sok fiakat adott nekem, választotta Salamont, az én fiamat, hogy ülne az Úr királyságának székében Izrael felett. És mondanékem:
Salamon, a te fiad építi meg az én házamat, az én pitvaraimat, mert én őt magamnak fiamul választottam, s én is neki atya leszek. Megerősítem az ő királyságát mindörökké. Ha az én parancsolataimat és ítéleteimet szorgalmatosan megtartja, amint a mai napon. Most azért az egész Izraelnek, az Úr gyülekezetének szem előtt, és ami Istenünk hallására, őrizzétek, s keressétek az Úrnak, a ti isteneteknek minden parancsolatait, hogy bírhassátok-e jó földet, és örökségül hagyhassátok fiaitokra, magatok után mindörökké. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvel, mert az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod. Halemben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké. Most azért, mivel hogy az Úr választott téged, hogy neki szent házat építs, légy erős, és készítsd meg azt. Akkor átadá Dávid az ő fiának, Salamonnak, a tornácnak, annak házacskáinak, kincstartó helyeinek, felházainak és belső kamaráinak a kegyelem táblája helyének is formáját. És mindennek formáját, amelyeket szívében elgondolt, az Úr házának pitvarai felől, az Isten háza kincsének és a szent kincseknek számára körös körüllevő minden kamrák felől. A papok és léviták csapatjainak háza, az Úr háza szolgálatának minden munkája, és az Úr háza szolgálatára való minden eszköz felől. Azután aranyat mérték szerint, a különböző szolgálatok eszközei számára, mértékkel minden ezüst eszközök és a különböző szolgálatok eszközei számára, vagyis aranyat mértékkel az aranygyertyatartókra és azok aranyszövétnekére, mértékkel mindenik gyertyatartóra és annak szövétnekére, vagyis aranyat mértékkel az aranygyertyatartókra és azok aranyszövétnekére, mértékkel mindenik gyertyatartóra és annak szövétnekeire, és az ezüst gyertyatartókra mértékkel a gyertyatartókra és annak szövétnekeire, mindegyik gyertyatartó rendeltetése szerint, és aranyat mértékkel a szent kenyerek asztalai minden asztal számára, azonképpen ezüstöt az ezüst asztalok számára, a villákra, medencékre és kancsókra tiszta aranyat, az aranypoharakra is bizonyos mérték szerint adott aranyat, minden pohárra és az ezüstpoharakra ezüstöt, bizonyos mértékkel minden pohárra. A füstölő oltár számára megtisztított aranyat mérték szerint, aranyat a szekérnek, azaz a keruboknak mintázására, akik kiterjesztett szárnyakkal az Úr szövetségének ládáját befedezik. Mindezek az Úr kezeitől irattattak meg, aki engem megtanított az egész alkotmány formájára. Mondta ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának. Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míg el nem végzed az Úrháza szolgálatának minden művét. Íme itt vannak a papok és a léviták csapatjai, az Isten házának minden szolgálatára. Veled lesznek minden munkában, készségesen, bölcsességgel, a fejedelmek is az egész nép minden dolgaidra nézve. Azután mond a Dávid király az egész gyülekezetnek. Ím látjátok, hogy egyedül az én fiamat Salamont választotta Isten, aki még gyermek és gyenge, a munka pedig nagy, mert nem emberé lesz az a ház, hanem az Úr Istené. Én pedig teljes tehetségem szerint az én Istenem háza számára bőségesen szereztem aranyat az aranyszerszámokra, ezüstöt az ezüstszerszámokra, rezet a rézre, vasat a vasra, fákat a fákra, ónixkövet, foglalnivaló köveket, veresköveket, különb-különb színű köveket, mindenféle drága köveket, márványköveket is bőséggel. Ezen felül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, ami kincsem, aranyom és ezüstöm van, odaadom az én Istenem házának szükségére, azok mellett, amelyeket szereztem a szent ház számára. 3000 talentum aranyat Ofir aranyából, 7000 talentum tiszta ezüstöt, a
a házak falainak beborítására, aranyat az aranyszerszámokra, ezüstöt az ezüstre, és minden szükségre mesteremberek kezéhez. És ha valaki még adni akar szabad akaratja szerint, töltse meg az ő kezét ma, és adjon, amit akar az Úrnak. Azért szabad akaratjuk szerint adának ajándékokat az atyák fejedelmei, az Izrael nemzetségeinek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a király dolgainak fejedelmei. S adának az Isten házának szükségére 5000 talentum aranyat, 10000 dárikot, 10000 talentum ezüstöt, és 18000 talentum rezet és 100000 talentum vasat. És valakinél drága kövek találtatának, adák az Úr házának kincseihez, a gersoniták közül való Jehiel kezébe. És örvendezett a sokasság, hogy szabad akaratjukból adának, mert tiszta szívükből adakoztak az Úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. Hálákat adott azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, s mondta Dávid, áldott vagy te, Uram, Izraelnek, ami atyánknak Istene, ödöktől fogva mindörökké. Ó, Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkivalóság és méltóság, sőt, minden valami a mennyben és a földön van tiéd. Tied, ó, Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol mindeneken. A te kezedben van mind az erősség, mind birodalom, a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősítetése. Most azért, ó mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet. Mert micsoda vagyok én, s micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándékodásra, amint tettük. Mert tőled van minden, s amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most neked. Mert ami csak jövevények vagyunk te előtted és zsellérek, amint ami atyáink is egyenként, ami életünk napjai olyanok a földön, mint az árnyék, melyekben állandóság nincsen. Ó, mi Urunk Istenünk! Mindez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy néked és a te szent nevednek házat építsünk, a te kezedből való, s mindazok tieid. Jól tudom, ó én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod, és az igazságot szereted. Mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvel adtam, s látom, hogy a te néped is, amely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket néked. Ó, Uram! Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek, ami atyáinknak Istene. Tartsd meg mindörökké ezt az érzést a néped szívében, s irányítsd az ő szívüket te feléd. Salamonnak pedig az én fiamnak adj tökéletes szívet, hogy a parancsolataidat, bizonságtételeidet és rendeléseidet megőrizhesse, hogy mindazokat megcselekedhesse és felépítesse azt a házat, amelyet én megindítottam. És szól a Dávid az egész gyülekezethez. Kérlek, áldjátok az Urat, a ti isteneteket. Áld azért az egész gyülekezet az Urat, az ő atyáik istenét, s leborulván tisztelék az Urat és a királyt. És áldozának az Úrnak áldozatokkal, s áldozának egészen égő áldozatokkal, az Úrnak másnapon 1000 tulkot, 1000 kost, 1000 bárányt ital áldozataikkal, és sokféle áldozatokkal az egész Izraelért. És evének és ivának az Úr előtt azon a napon, nagy vigasságban. Azután Salamont, a Dávid fiát, másodszor is királlyá tevék, és felkenék őt az Úrnak, hogy lenne fejedelem, Sádok is fölkenék a főpapságra. És üle Salamon az Úr székébe, mint király az ő atyának Dávidnak helyében, és mindenben szerencsés volt, mert engedelmeskedett neki az egész Izrael. A fejedelmek és a hatalmasok, sőt a Dávid király fia is mindnyájan kezet adtak, hogy Salamon királynak engedelmeskedni fognak. És igen, felmagasztala az Úr Salamont, mind az egész Izrael népe előtt, és oly királyi méltóságot szerzett neki, amelyhez hasonló egy királynak sem volt ő előtte Izraelben. Az idő pedig, amelyben uralkodik Izrael felett 40 esztendő. Hebronban uralkodik 7 esztendeig, Jeruzsálemben pedig 33-ig uralkodik.
és meghal a jóvénységben, életével, gazdagságával és minden dicsőségével megelégedve, és uralkodik az ő fia Salamon helyette. Dávid királynak pedig úgy első, mint utolsó dolgai, íme megirattak a Sámuel próféta könyvében, s a Nátán próféta könyvében, s a Gád próféta könyvében. Az ő egész országlásával, hatalmasságával, s mindazzal, ami az ő idejében történt vele, Izraellel és a föld minden országaival. Megerősödik királyságában Salamon, a Dávid fia, és az Úr az ő Istene vele volt, és őt igen felmagasztalá. És szól a Salamon az egész Izrael népének, ezredeseknek, századosoknak, a bíráknak, az egész Izrael minden előjáróinak és a családfőknek, hogy elmenjenek Salamon és az egész gyülekezet ővel a magaslatra, mely Gibeonban volt, mert ott volt az Isten gyülekezetének sátora, melyet Mózes, az Úr szolgája csinált a pusztában. De az Isten ládáját Dávid már felvitte volt Kirjat-Jerimból arra a helyre, melyet készített számára Dávid, mert sátort állított föl számára Jeruzsálemben. A rézoltár azonban, amelyet Besaliel, az úri fia csinált, aki a Huri fia volt, ott volt az Úr sátora előtt. Felkeresíti át azt Salamon és a gyülekezet, s áldozékot Salamon a rézoltáron az Úr előtt, mely a gyülekezetnek sátorában volt, áldozik azon 1000 égő áldozatot. Azon éjszaka megjelenik az Isten Salamonnak, és mondta neki, kérje, mit akarsz, hogy adjak neked. És mondta Salamon az Istennek, te nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyámmal Dáviddal, és ő helyette engemet királlyá tettél. Most, ó Uram Isten, legyen állandó a te beszéded, amelyet szólottál az én atyámnak Dávidnak, mert te választottál engem királlyá nép felett, amely oly sok, mint a földnek pora. Most azért adj nekem bölcsességet és tudományt, hogy a te néped előtt mind ki, mind bemehessek, mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? Akkor mondd az Isten Salamonnak, mint hogy ez volt a te szívedben, és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a téged gyűlölőknek lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél magadnak bölcsességet és tudományt, hogy kormányhozhassd az én népemet, mely felett királlyá tettelek téged. A bölcsességet és a tudományt megadtam néked, sőt a gazdagságot, a kincset és a tisztességet is. Olyat adok neked, amelyhez hasonló nem volt sem az előtted, sem az utánad való királyoknak. És visszatért Salamon Jeruzsálembe, a Gibeon hegyéről, a gyülekezet sátora elől, s uralkodik az Izraelen. Szerze Salamon szekereket és lovagokat, és volt neki 1400 szekere és 12000 lovagja, akiket helyeztetett a szekerek városaiba és Jeruzsálembe a király mellé. És felhalmozza a király az ezüstöt és aranyat, mint a köveket. Jeruzsálemben a cédrusfákat is felhalmozzá, mint a vadfüggefákat, melyek a lapájon nagy tömegben vannak. És Salamonnak hoznak vala lovakat Egyiptomból, mert a király kereskedői sereggel vették volt meg a lovakat szabott áron. És mikor feljönnek vala hozzának Egyiptomból egy szekeret 600 ezüst csiklusért, egy-egy lovat 150 ezüst csiklusért. És ugyancsak ők szállították ezeket a hitteusok minden királyainak és Szíria királyainak. Elvégezi Salamon magában, hogy az Úr nevének házat építene, s magának királyi palotát. És rendel a Salamon 70000 férfit teherhordásra, 80000 férfit favágásra a hegyen, 3600 fölügyelőt azokhoz. És küld a Salamon a Tíruszbeli Hírám királyhoz mondván, amint az én atyámmal Dáviddal cselekedtél, akinek küldöttél cédrusfákat, hogy építene magának házat, amelyekben laknék. Úgy én az én Uram Istenem nevének akarok házat építeni, hogy neki szenteljem, s abban füstölőszerekkel jó illatot gerjesszek, hogy folytonosan szent kenyerek álljanak előtte, s minden reggel és este égő áldozatot áldozzanak szombatnapokon, az újholdnak napjain, és az Úrnak, a mi Istenünknek szentelt ünnepeken, melyeket örökké kell cselekedniük az izraelitáknak. A ház pedig, amelyet építeni szándékozom, igen nagy lesz,
mert a mi Istenünk nagyobb minden isteneknél. De kinek volna annyi ereje, hogy neki házat csinálhatna? Az ég és az egeknek egei őt be nem foghatják, s ki vagyok én is, hogy neki házat csinálhassak, hanem hogy csak jóillatot tegyenek abban ő előtte. Most azért küldj hozzám tudós mesterembert, aki tudjon készíteni aranyból, ezüstből, részből, vasból, bíborból, karmazsinból és kék bíborból, aki tudjon metszéseket metszeni az én mesterembereimmel együtt, akik Júdeában és Jeruzsálemben vannak, akiket az én atyám Dávid szerzett. Annak felette küld cédrus fákat, fenyőfákat és ében fákat a Libánusról, mert tudom, hogy a te szolgáid tudják vágni Libánusnak fáit, s íme az én szolgáim is a te szolgáiddal lesznek, hogy készítsenek nekem sok fát, mert a ház, amelyet építek, nagy és csodálatos lesz. És íme a munkásoknak, a favágóknak, a te szolgáidnak adok 20 000 véka csépelt búzát, 20 000 véka árpát, 20 000 bát bort és 20 000 bát olajat. Felele pedig hírám a Tírus királya levélben, amelyet küldett Salamonnak, mivel hogy az Úr szerette az ő népét, ezért adott nekik téged királyul. Ismét mond a hírám, áldott az Úr, az Izrael istene, aki mind a mennyet, mind a földet teremtette, aki ilyen bölcs, tudós és okos, értelmes fiat adott Dávid királynak, aki mind az Úrnak házat, mind magának királyi palotát akar építeni. Íme küldöttem azért bölcs, tudós és értelmes férfit, aki az én atyámé, Húrámé volt. A Dán nemzetségének leányai közül való asszonyfiát, és az ő atya Tírus városából való, aki tud készíteni aranyból, ezüstből, részből, vasból, kövekből, fákból, bíborból, kék bíborból, lenből és karmazsinból, és mindenféle metszést metszeni, és minden remek művet elkészíteni, amelyekkel megbizatik e tudós mestereimmel, és az én uramnak, Dávid királynak, a te atyádnak tudós mestereivel egyben. Azért most, amely búzát, árpát, olajat és bort ígért az én uram, küldj el az ő szolgáinak. Mi pedig a Libánuson vágunk fát, amennyire neked szükséged lesz, s elviszük azokat szálakon a tengeren Joppéhoz, és te onnét vitesd Jeruzsálembe. Megszámláltatta azért Salamon minden idegen férfit az Izrael földjén, az ő atyának Dávidnak megszámláltatása után, és találtatanak 153 600-an, és választa azok közül 70 000 teherhordót favágásra, pedig a hegyen 80 000-et. Pallérokul, akik a népet szorgalmaznák, rendelte 3 600-at. Amen. Oh, happy day. Következik Németh Sándor napi üzenete. Egyszerűen élvezik az emberek az utolsó időkben az árulás. Régen nagyon megvetentő dolog volt az árulás. És arra utal itt az ige, az eredeti görög kifejezés, hogy ez élvezetet jelent az embereknek, hogy árulás egy izgalmat jelent ma. Ezt látjuk a közösségi oldalakon, ahogy elárulják egymást az emberek, kipakolják egymásnak a bizalmas információkat, mert mi az árulás? Egy szövetségi bizalmi viszonyba lévő embereknek a titkát, bizalmi információját elárulott. Elmondott olyanoknak, ellenségeinek, amire azokat az információkat föl tudják használni hitelrontásra, bizalomrontásra, válságra. Ma az emberek élvezik az árulást. A féreg jön ki belőle, mert ez az. Ez mindig is megvetendő volt az árulás. Szeretik az árulást, és Jézus a Máté 24-ben is beszél erről, hogy az árulást ugye a gyűlölet fogja, a gyűlöltség fogja létrehozni, hogy meggyűlölik egymást, megbotránkoznak, azt is mondja, ahelyett, hogy meglátná, hogy a bűn csapdájában van, ahelyett inkább azokat meggyűlöli, akik nincsenek a bűnbe, és elárulja őket. Persze, természetesen az árulók nagyon gyakran hazudnak is, és a Biblia egyetlen egy emberre használta eddig a veszedelem fiát, Judásra. Még egy emberre fogja használni a Biblia veszedelem fiát, az Antikrisztusra, mert nyilván
ő is valamiféleképpen árulást fog elkövetni, mert közülünk vált ki, közülünk szakadt ki, és valószínű ő is egy meghasonlott keresztény. Figyeljetek ide! A meghasonlott keresztények az világ életükben lelki hibások maradnak. Azok soha nem maradnak egészséges emberek. Nagyon vigyázz arra, a megtérés is egy meghasonlás, de az olyan meghasonlás, hogy a kegyelem meggyógyítja az embert. A meghasonlásra azért van szüksége az embernek, hogy az énjét eldobja, megutálja. Egyrészt ez a létre tud jönni az ön undor, hogy az ember magának él. És egyszer csak belefásul ebbe. Hogy mi értelme van önmagamnak élni? Nincsenek semmi értelme. Magamat jutalmazzam 70-80 évig? Hát ez az élet egy semmit nem ér. Ha tömeggel találkozol, abban minden van, mint ahogy a hálóról mondja, összefog hitfány embert, értékes ember, nagyon drága embert, de messze-messze megéri csinálni, hogy ezt az ügyet oda teszed az életedet, nemes, illetve férges emberekkel találkozol, akkor is az nemes, értékes emberek messze felül múlják ezeket a férgezett embereket. Áruló. És majd a következő éppen erről fogok beszélni, ami általános jellemző megint, nem csak a családnak a szélesése, hanem a érzelmi és lelki összeomlás. Ez szintén ma egy olyan általános átoknak a jele, és valóban nagyon nehéz egészséges embert találni érzelmileg, mentálisan, gondolkozásmódban, akiknek a érzelmi reakciója, a gondolkozásmódja úgy működik, ahogy eredetileg Isten akarta, hogy működjön. Mert ilyen világban élünk, és nagyon nagy tehert jelent ez az ember lelke számára, mindenki lelke számára. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Bruce E. Olson, Brucskó. 24. fejezet. A látóhatáron túl. Egyik nap Bobbynak el kellett utaznia. Banánt akart eladni. Két indiánt vitt magával. Úgy volt, hogy másnap négyig visszajön. A folyó ezúttal nem áradt, a kenú jó állapotban volt. Semmi ok nem volt arra, hogy késsen. Elérkezett a 4 óra, aztán az 5 óra is, de még nyoma sem volt Bobbyéknak. Kezdtem aggódni. Egyáltalán nem örültem, hogy elment. Az járt a fejemben, mi minden történhetett vele. Már 6 óra volt. A nap is lement. Már csak a folyó csillogott tompán a sötétben. Az éjszakai dzsungel hangjaira máskor fel sem figyeltem, annyira hozzátartoztak a mindennapokhoz. De most minden hang rossz előérzetet sugalt. 7:30 Abakuriana, Asrajda, George kamiokbara és jómagam kenuba szálltunk, és elindultunk a folyón lefelé, hogy megkeressük Bobbyt. A többieknek nem volt nagy kedvük jönni. Nem könnyű éjszaka közlekedni a folyón. A hold nem látszott, akármikor beleütközhetett a csónak egy sziklába. Az első zuhatag után a kenu megtelt vízzel. Kimertük és mentünk tovább. A következő zuhatagnál a propeller sérült meg. Megjavítottuk és folytattuk az utunkat. A folyó egyik kanyarulatánál a homályból egyszer csak egy másik kenu került elénk. Kis híján összeütköztünk. Odavilágítottam a zseblámpámmal, és Aniano Buitragót, Umberto Abril egyik emberét pillantottam meg néhány cinkosával. Nem szóltam semmit, de a zseblámpa fényét rajtuk tartottam, hogy ne ismerhessenek fel minket. Néhány pillanat, és a folyó már tova is sodort bennünket. De mit csinálhattak itt éjszaka a folyón? Később egy másik fölfelé tartó kenu mellett haladtunk el. Ebben is telepesek ültek. A zseblámpával végigpásztáztam a partot, hát ha megpillantom Bobbyt vagy a kenuját. De semmit nem láttunk. Még 2 fölfelé tartó kenut észleltünk, tele ismeretlen férfiakkal. Aztán odaértünk az egyik telepes házához.
legalább 10 kenú volt előtte kikötve. Úgy tűnt, az éjszaka fenyegetésekkel teljes. George odasúgta nekem. Nézd, nem Bobby kenúja az? Erőltettem a szemem, de nem tudtam megállapítani. Tovább úsztattunk lefelé. Nem lehetett Bobbyé a kenú. Nem állt volna meg a telepes házánál. Annál is inkább, mivel Safadana egy kis motilon település csak néhány száz méterrel volt lejjebb. Egy pillanatra még megálltunk, nem lenne érdemes visszamenni és még egyszer megnézni. Nem, mondtam. Menjünk csak le Safadanába, és kérdezzük meg Ajstojkanát, nem látta-e Bobbyt? Kikötöttük a kenút a falucska melletti partszakaszon. Nem láttunk tüzet. Nem hallottunk semmilyen hangot. Aztán egy motilon hangszólt. Rucskó? Igen. Ajstojkana futva jött le a partra. Rucskó, Bobari sorát megölték. Meghalt. Egyszerűen nem tudtam felfogni, mit mond. Az lehetetlen. Úgy volt, hogy Iki a korarába jön. Nem járt erre? Ajstojkana megragadta a karomat. Rucskó, figyelj rám! Bobby halott! Meggyilkolták! Aléltan térdre estem. Hol van a két kísérője? Nem tudom, válaszolta. Megsebesültek ők is. Elmentek. Kinyújtottam a karom, és megragadtam Ajstojkana térdét, nehogy eldőljek. Hogyan történt? Suttogtam. Bobby satajrával és akasarával volt. Fölfelé jöttek a folyón. Izrael háza előtt haladtak el. Izrael lent volt a parton, integetett nekik, hogy menjenek oda. Bobby késésben volt, nem akart megállni. De mivel Izraelt régről ismerte, gondolta, pár szót azért vált vele. Izrael 2-3-szor is volt nálunk kezelésen az utóbbi hónapokban, szóltam közben rekett hangon. Én magam tettem sínbe a törött karját, és gyógyszereket is kapott tőlünk. Igen, mondta Ajstojkana, úgyhogy Bobby joggal hitte róla, hogy jó barát. Kikötött a kenujával, és amíg a motor fölé hajolt, hogy leállítsa, satajra észrevette, hogy egy fa mögül puskás férfi leselkedik rájuk. Satajra oda kiáltott Bobbynak és akasarának, hogy ugorjanak a folyóba, de Bobby nem hallotta, mert túl közel volt a motorhoz. Satajra kiugrott a partra, és dulakodni kezdett a fegyveressel. El akarta venni a puskáját. Az előkapta a tőrét, és fölhasította Satajra karját a csuklójától a könyökéig. Satajra beleesett a folyóba, és akasara is vízbe ugrott, hogy mentse az életét. Bobby is megpróbált ugrani a csónakból, de a puska eldördült, és a lövés hasba találta. Beesett a folyóba. Akasara lábát is eltalálták, de neki és Satajrának sikerült átúszniuk a túlsó partra. Keresték Bobbyt, de csak a pirosságot látták a vízben. Aztán meglátták a testét is. Vitte a víz lefelé. A másik parton telepeseket láttak, kisebb csapatokban. Mindnek volt fegyvere. Bobbyt akarták megölni. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Császár Enikó szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Hitköznapok, a mikrofonnál Fekete Ritát halljátok, a Világnézetek a Biblia tükrében című sorozatunkat folytatjuk, és nagy szeretettel köszöntjük itt vendégünket, dr. Ruf Tibort, filozófust, teológust, a Szent Pál Akadémia docensét. Szervusz! Szervusz, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót is! És a legnagyobb kérdés talán az, hogy mi emberek hogyan tudunk kapcsolódni Istennel, milyen viszonyt tudunk vele ápolni. Ugye Ábrahámnál lehet olvasni azt, hogy a barátja volt Istennek, ugye Ádámnak is egy egészen különleges kapcsolata lehetett Istennel még a bűnbeesés előtt, és hogy te is mondtad, hogy Isten kijelentette magát így fokozatosan az emberiség számára. Ma nekünk milyen, mi az a fő
hogy is mondjam, kapcsolati rend, amiben be tudunk így illeszkedni. Említetted az atyaságot is, hogy számunkra ez az üzenet? Hát az új szövetségnek egyértelműen az az üzenete mindenkinek, aki a názáreti Jézus Krisztusban hitre jut, hogy az Istennel apa-fiú viszonyba fog kerülni. Az újjászületés előtti ember a legjobb esetben is úrszolga viszonyban van Istennel, ez ugye a törvény állapota. Rosszabb esetben, ha pogány, akkor pedig gyakorlatilag semmiféle viszonyban nincs Istennel. Legfeljebb annyi viszonyban, hogy Isten őt élteti, életben tartja, áldja, és eteti, és itatja, és gondoskodik róla, mert hát azért a Föld terem minden népnek búzát, meg áldja Isten a nemzeteket. De ugye nincs kontaktusuk, közvetlen személyes kontaktusuk Istennel. Ugye egy zsidónak van személyes kontaktusa Istennel, egy hívő zsidónak, sőt, én azt gondolom, még egy nem hívőnek is, ő neki a tagadásban van személyes viszonya, tehát abban, hogy elutasítja. Erről múltkor beszéltünk, de nem is mennék bele mélyebben, hogy az új szövetség az mind zsidónak, mind nem zsidónak azt teszi lehetővé, hogy az újjászületés után Isten gyermekévé válik. Itt ugye én mindig ki szoktam hangsúlyozni, és nem baj, hogy már 100 000-szer elmondom újra, hogy ez nem örökbefogadás a Biblia szerint, hanem vér szerinti születés. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, mert a Biblia is több helyen kihangsúlyozza, hogy Isten igéjéből, mint szpermából, nem romlandó magból, tehát Isten génjeiből fogantunk és születtünk újjá, szellemtől születtünk, és ami szellemtől születik, az szellem. Ugye Jézus vére által jött az a szellem, amiből születünk, tehát bizonyos értelemben Jézusnak a véréből születünk. Tehát ez azért nagyon lényeges ezt kiemelni, mert itt nem egy jelképről van szó, amikor igazi születésről és igazi fiúságról beszélünk, hanem ez valódi természetbeni változást eredményező igazi természet fölötti születés víztől és szellemtől. Ugye a Péter apostol egyenesen azt mondja a második levelében, hogy isteni természet részeseivé lettetek. Hát azért ez nagyon nagy mondat, hogy akkor ezek szerint belénk van már injekciózva az Istennek a génállománya, most így mondom, az ő természete. És ebből születtünk, tehát ilyen kis Isten csecsemők vagyunk tulajdonképpen, ezzel ez nem kevés állítás, és nem ezzel nem mondtam eretnekséget, mert ezt a Biblia is állítja. János apostol is mondja, hogy lássátok meg, hogy milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. És nem lett még nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, akkor hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Tehát ez egy valódi természetbeni változás, vagyis ez azt jelenti, hogy Istennek az édes gyermekei vagyunk, vér szerinti édes gyermekei, nem pedig örökbefogadott gyermekei. Nyilván az emberek, ha örökbefogadnak valakit, törekszenek arra, hogy úgy bánjanak vele, mintha az édes gyermekük lenne, de nekünk, mi irányunkban az Atyának ilyen erőfeszítést nem kell tennie, mert tényleg az édes gyermekei vagyunk, tehát egy olyan fajta szeretettel szeret bennünket, ahogyan egy igazán jó apa szereti a saját gyerekeit. Ebben nehézséget okoz az Isten kép szempontjából, hogy a földi apáink nem tökéletesek, és mivel mindenki először ugye a két szülőjével találkozik az ember élet során, amikor még se beszélni, se semmit nem tud, pici gyerekként a két szülője hat rá, és ezért a személyiség ugye így már eleve korlátozottságokkal indul, és az eredendő bűnt nem csak vérünkkel örököljük, mert úgy is, hanem kicsit már azáltal is, hogy hát a szüleink se tökéletesek.
Ezért ugye sok esetben az apánkat, testi apánkról alkotott apaképet hajlamosak vagyunk Istenre rávetíteni. Tehát hogy őt is olyannak látjuk, mert hogy apa. De viszont ugye az a különbség, hogy az Isten nem olyan apa, mert ő tökéletes lény, igaz, teljes szeretetben, stb. Soha nem hibázik, soha nem téved. És hát Pál mondja, hogy ugye a testi apáinkat is tiszteltük, bár ők a saját belátásuk alapján fenyítettek minket, akkor mennyivel inkább engedelmeskedünk a szellemek atyának. Tehát, de azért az nagyon fontos, és az is úgy látom, hogy egy életnek a munkája, hogy az ember a testi apjának a képét levakarja az Isten képéről. És elég nagy meglepetés, ugye amikor a Szentlélek nagyon megérinti az embert, akkor nagy meglepetések érik az embert, hogy Isten jobb, mint amire az ember számított. És ilyenkor bővül ki az apaképünk arra, hogy az Isten egy igazi, tökéletes és jó apaként bánik velünk, mert mi az ő édes gyermekei. Hát ez a leglényegesebb és legalapvetőbb pontja egy keresztény ember identitásának. Van egy ember, akit az apja háromszor tagadott ki. Aztán ez az ember megtér, és állandóan attól szorong sokáig, hogy Isten a legkisebb bűn miatt is rögtön kirúgja, és mehet a gyehennába a pokol. És akkor jön mindig lelki gondozásra, és mi mindig bátorítjuk, de a végén előbb-utóbb kiderül, hogy az a probléma, hogy az apja általi kitagadásokat ő automatikusan Istenre vetíti, mert azok neki nagyon nagy érzelmi sérülései voltak, és automatikusan Istenre is már rettegve tekint, hogy itt ha bármit is stiklit csinálok, akkor azonnal ki vagyok. Ugye közben meg a Bibliában, ha megfigyeled, például a tékozló fiú példázatában egyiket se az apja rúgta ki. A tékozló fiú magától ment el, az apja mindig visszavárta. Az idősebb báty meg nem akart bemenni, amikor megjött a tékozló fiú. Az apja mind a kettőért kiment, és mind a kettőnek könyörgött, hogy jöjjön be. Nem kitagadta őket, hanem visszafogadta. De ugye például, ahol a családi tradíció az, hogy kitagadják, és hogy fenyegetve van a gyerek a kitagadással, mert ez például itt a pogány kultúrában ez nagyon erős. Régen állandóan ilyeneket mondtak, emlékszem, a gyerekeknek ma ez nem szokás, de az én gyerekkoromban még állandóan ment óvodában a többieknek is, nekem is, mindenkinek. Intézetbe adlak, ha így viselkedsz. Tehát állandóan röpködtek ezek, lehet, hogy a kommunizmus, vagy én nem tudom mi okozta ezt, de olyan keménykedés volt, és ugye ezért most látszik, hogy sokan, akik abban a nemzedékben fölnőttek, azok az Istenhez való viszonyukban is állandóan azért a szorongásos elem nagyon erős. De nagyon jó, hogy erről beszélsz, mert akkor ezen lehet, vagy kell is dolgoznunk, hogy ha ezt látjuk magunkban. Tehát ezért jó beszélni úgymond az Isten képről, még ha nem is kép, hogy lássuk azt, hogy ha mi ezt gondoljuk Istenről, akkor az nem helyes, mert a Biblia nem így mutatja őt be. Igen, és nagyon fontos ugye az az alapelv még, hogy amit az egyik Zsoltár fogalmaz meg, hogy a átokként fogalmazza meg, hogy a bálványoknak van szem, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van szem, stb. Nem járnak, nem lélegeznek, nem mozognak, és utána mond egy ilyet, hogy hasonlók lesznek azokhoz mind a készítőik, meg azok is, akik bíznak bennük. Na most ugye ez azt jelenti, hogy az ember eltranszformálódik mindig annak a képére, amit imád. Mindenki ahhoz válik hasonlóvá, ami az istene. Ha idegen istene, akkor ahhoz. Na most ezt az elvet Pál is megerősíti, mert a 2. Korintusi levélben egy helyen azt mondja, hogy mi is leplezetlen, fedetlen arccal nézve Isten dicsőségét, elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úr
színétől, de ugye ezt igazából úgy kéne, úgy is lehetne fordítani, hogy az Úr arcától, tehát hogy ahogyan nézzük az Úr arcát, mert azért bizonyos értelemben meg mégis nézzük, tehát nem vizuálisan, de azért szellemben tudjuk látni a Szentlélek segítségével, amikor keressük őt. Mindegy, most ebbe sem akarok belemenni, csak ugye ő is így mondja, hogy leplezetlen arccal szemlélve az Úr dicsőségét, elváltozunk, átváltozunk, átalakulunk mi is dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. Na most ugye, ha ezt összeveted azzal, ami a Zsoltárban van, akkor itt jól látható, hogy bibliai elv, hogy aki, amit imád, ahhoz hasonlóvá válik. Akinek, amilyen az Istene, ahhoz hasonlóvá válik. Na most tulajdonképpen azért is fontos, hogy az embernek, hogy az ember egész életében állandóan korrigálja az Isten képét. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egész életünkben Istent keressük. Jézus meg úgy fogalmaz, hogy keressétek mindenek előtt az Isten uralmát. Tehát ez egy keresés. Az ember ennek amíg élünk, nem értünk a végére. Ebben minden nap van előrelépés, mert az ember minden nap tanul valamit Istenről, a Bibliából is, a saját életéből is, a környezeti dolgokból, mindenből. És ez mindig ahhoz vezet, hogy az ember direkt korrigálja állandóan ezt az úgynevezett Isten képét, amit te mondasz, mert ugye itt az a probléma, hogy olyanná válunk, amilyen az Isten képünk, tehát ez azt jelenti, hogy például valakinek az Isten képe rossz, akkor ő sem tud jó emberré válni. Mindenki azt adja, ami van, illetve amit kap. Most, ha valaki például Isten felől állandó kárhoztatás, rettegés és szorongás érzések között él, és ezt befogadja a bensejébe, és hogy mondjam, elfogadja, hogy az Isten ilyen, és ő mégis tiszteletben részesíti, akkor ő is ilyenné válik, és ugye az a baj, ezt lehet látni szintén pásztorlásokban, hogy például a környezetét, például a családtagjait elkezdi ő is kínozni. Nem direkt, nem tudatosan, sőt, ő azt mondja, hogy az azért van, mert ő nagyon szereti őket, de hát akit szeretek, azt megfeddem és megfenyítem, mert ugye ő neki ez a fő eleme az Isten képének, ez sajnos a kálvinizmus révén a Károlinak a szövegében is egy picit egyébként erősebb a kelleténél, és ez is hat ránk, tehát itt is például látszik, hogy hogy azért a történelmünk, a kultúránk, a biblia fordítások, ezek is, meg megint itt vagyunk a hagyományoknál, hogy ugye ezek is ezt befolyásolják. És hát nagyon egyszerűen tulajdonképpen én azt tudom mondani, hogy hát a legfontosabb az, hogy az ember azért lássa azt, hogy Isten jó. És ez egy nagyon rövidke szó, hogy jó. De mondjuk elgondolkozom azon, hogy mikor szoktunk egy embert jónak mondani. Akiről pedig ráadásul a Biblia azt mondja, hogy nincs is olyan. De mégis azért néha mondjuk emberekre, hogy jó ember. Mikor szoktuk? Milyen emberekre szoktuk ezt mondani? És ha ilyen emberekre mondjuk, hogy jó, akkor miért gondoljuk azt, hogy Isten rossz, amikor őrá gondolunk és elkezdünk tőle szorongani? Nem tudom, érthető ez, amit mondok, hogy csak önmagán azon az egy igén, hogy az Isten jó, ezen szerintem csodálatos dolog akár órákon át is. Te mit gondolsz, akár személyesen is, hogy a mai keresztényeknek az Isten képében mik azok a főbb torzulások, úgymond, amelyeket jó lenne javítani, ha így fogalmazunk, mert ezt említetted, ezt a kárhoztató, félelmetes Isten képet, hogy van még, ami ehhez hasonló és egy tévedésen alapul? Hát, ha nem baj, akkor olyan nagyon mélyen én ebben nem szeretnék belemenni. Egyrészt azért, mert az egyház az rendkívül sokféle, rendkívül összetett, rendkívül sokféle ember van benne, mindenféle rétegekből, irányokból, hátterekből, és ezért én nem,
akarnék most ilyen trendeket, meg ilyeneket, mert nem érzem magam abban a szellemi pozícióban, hogy én ilyesmiről ítéletet tehessek, vagy ezt megállapíthassam. Nincs is ekkora rálátásom, meg tájékozottságom sem egyébként. Én inkább az egyéni pásztorlásokból kiindulva, ugye talán még egy dolgot tudok megemlíteni, hogy ennek is, mint mindennek, ugye megvan az ellenkezője is, tehát van olyan eset is, amikor viszont a, hát ugye ez, amit néha hiperkegyelem, meg ilyen neveken is szoktunk nevezni, én nagyon hiszek a nagyon nagy kegyelemben, de nyilván abban nem hiszek, hogy a kegyelem az arra adatna, hogy amit fölismerünk magunkban bűnként, abból ne kellene megtérni. És nyilván természetesen a bűnök súlya között is van különbség, mert nem ugyanaz egy szándékos gyilkosság, mint egy közérti lopás, vagy egy iskolai puskázás, vagy egy hazugság, tehát azért nem azonos súlyú dolgokról van szó. De úgy gondolom, hogy egy újjászületett, tehát egy Isten gyermek, mondjuk így, egy herceg, ugye ezt is én minden fórumon hangsúlyozom, hogyha a világ mindenség királyának és uralkodójának vagyunk a pár csecsemő gyermekei, akiket állandóan pelenkázni kell, tisztába tenni, cunisztatni, és nem tudunk mi magunkról még gondot viselni se rendesen. De hála Istennek vannak ilyen dadáink, mint Mózes, Dávid, Izsaiás, Jeremiás, akik ugyancsak szolgái Istennek, nem a gyermekei, mert ez a helyzet, de mégis nálunk sokkal erősebbek, nagyok már, és tudnak bennünket így pelenkázgatni. Nem a kevésség miatt mondom, hanem inkább, hogy bizonyos értelemben azért ez egy nemesség, most a szó eredeti értelmében, nem egy ilyen rendi társadalmi értelemben, hanem a szó igazi értelmében, hogy azért az világ mindenség királyának a gyermekei azok nemes lények, azok hercegek. És ezért, ahogy az Eszterházi Péter mondta, aki ugye pont egy grófi ágon, szintén főnemesi családból származott, hogy bizonyos szint fölött az ember nem megy bizonyos szint alá. Tehát a világmindenség uralkodójának gyermekei, a mindenség hercegei, azok a belső tartásból, tehát nem félelemből, meg szorongásból, meg nem tudom, miből, hanem belső tartás miatt bizonyos szint alá nem mennek. Tehát szeretik mindenek előtt például az embertársaikat, ugyanúgy, mint önmagukat, és ezt pedig a gyakorlatban úgy lehet csinálni, hogy meg kell tartani a 10 parancsolatot, meg a többit, mert azzal tudjuk például szeretni az embereket, hogy nem lopunk tőlük, meg nem teszünk ellenük hamis tanúságot, stb. Úgyhogy tehát ugye a másik oldalon a hiperkegyelem az, ami veszélyeztetheti. És én nekem egyébként arról az a tapasztalatom szintén egyéni pásztorlásokból, hogy a hiperkegyelem irányába azok futnak el, akik a legnagyobb kárhoztatásokkal küzdködnek. Ugyanis ők annyira ilyetten menekül, tehát annyira meg vannak gyötörve, hogy úgy mondjam, ezek miatt, a dolgok miatt, hogy egyszerűen nem tartják az egyensúlyt, hanem átugranak a lónak a másik oldalára, miért tehetik. Most ebből a szempontból talán ez a két oldal van. Tehát rengeteg nagyon nagyszerű, fantasztikus testvér van, akinek nincsenek ilyen pilengései. Ha mégis szeretnénk, vagy most akár ezáltal a műsor által is valaki ráébred, hogy az Isten képét, ami mondjuk már megkövesedett benne, azon azért dolgozni kell, és aktívnak kell lenni ezzel kapcsolatban, hogy egy, ahogy te is fogalmaztál, egy életmunkája, ezt hogyan lehet megcsinálni? Tehát hogyan lehet az embernek levetkőzni akár a rossz apaképet, akár azt a kulturális lenyomatokat, ami benne a magyarság miatt, az európaiság miatt benne van? Hát mindig tanulni kell. Tehát az ember, ugye van egy ilyen ige,
alapján, hogy az értelmesnek az értelmessége az az ő útjának a megértése. Tehát az ember a saját sorsán keresztül tanítatik talán a legintenzívebben. És egyébként még azt is hozzátenném, hogy én például a megpróbáltatásaimból mindig akkor szabadultam ki, amikor megértettem, hogy mit kellett megtanulnom belőle. És az az érdekes, hogy addig hiába könyörögtem, hiába kiáltottam, amíg meg nem értettem, hogy mit kell belőle megtanulnom, addig nem engedett ki belőle az Úr, de mihelyt megértettem, már ima nélkül is hamarosan kiszabadultam. A sors az Úr kezében is egy tanító. Hát ilyen. Na most ugye ezen kívül az igét az ember állandóan tanulmányozza, újra meg újra. Én javaslom, hogy ugye az embernek a legjobb, ha állandóan körbe-körbe olvassa a Bibliát, tehát előről végéig. Én kronológikusan szeretem például olvasni, akkor még jobban össze tudom rakni. Meg hát végül is én eredetileg nem pályaválasztásból kezdtem héberül meg görögül tanulni, hanem nem gondoltam arra, hogy nekem ez szakmám lesz, hanem érdeklődésből, mert elkezdtem észrevenni, hogy a fordítások is akadályoznak, mert azokban is a hagyomány ugye azért ott van, és ad egy olyan szűrőt, amit én nem szeretném, hogy az a szűrő mindig ott legyen. Akkor én ezt kicsit úgy élem meg, hogy az ember tulajdonképpen egy négy fős párbeszédben van a nap 24 órájában. A négy fő az vagyok én, az Úr, az ige, tehát most az Úr tanul, mondanám, hogy a Szent Szellem, az ige, és az élet, tehát a világ, ami körülöttem zajlik, mert ugye az is rengeteg kérdést vet föl, rengeteg esemény történik, amikről szintén rengeteg mindent lehet tanulni, és akkor az ember tulajdonképpen beszélget a világgal, Szentlélekkel, meg a Bibliával, és egy négyes, mert ugye a Szentlélek segít a Bibliát értelmezni, de a világ tesz föl kérdést az emberben, amire keresem a választ a Bibliában, de a Szentlélek tudja megvilágítani, tehát hogy egy négyes beszélgetésben lehet élni, vagy legalábbis reggelenként, esténként például az ember szerintem akár így összegez magában, kell hagyni egy-két órát, vagy ilyesmit, amikor így megáll, levonja a következtetéseket, hogy ma mire jutottam, amit tanultam. Régen az emberek még naplót is írtak, ami nem volt rossz szokás. Lehet, hogy most a karantén alatt érdemes visszatérni rá, mert akik naplót írtak, őszinte naplót, titkos őszinte naplót, azoknak nem kell pszichoanalitikushoz járni pszichoterápiába, mert a naplóírás során minden nap földolgozták lelkileg az eseményeket. Úgyhogy tehát így lehet szerintem tanulni. Hát végülis ez a földi élet, ez bizonyos értelemben egy tanfolyam, egy felkészítő tanfolyam az örökké. De önmagában is érdekes tanfolyam egyébként. Nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, sajnos az időnk lejárt. Dr. Ruf Tibor, teológus, filozófus, a Szent Pál Akadémia docense volt a vendégünk. Köszönöm én is. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.